Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Jön egy videó mindazoknak, akik még játszanak az antemmel. Legalábbis hébe hóba, legalábbis casual-ként, mert hardcore-ként nem lehet játszani ezt a játékot, nincs benne annyi tartalom. Úgyhogy kivételesen, amit látjátok a címet, jön egy Ranger Build. Mindazok számára, akik valahol a Grandmaster 2-ből szeretnének átjönni Grandmaster 3-ba, illetve ott túlélni. Fogok mutatni egy bélelet, ami kifejezetten jó és erős Grandmaster 2-ben, illetve nagyon jó csapat kiegészítő és túlélő képességekkel rendelkezik Grandmaster 3-ban uh, című történet, és tényleg jól elő tudod vele segíteni a csapat társaidat, és mindenre a példát az itt futó videóban, uh, videóban fogtok látni, tehát uh, Ja, gyakorlatilag ez történik Grandmaster 2-be, amit itt látok jelen pillanatban, és Grandmaster 3-ba is fogok berakni egy példát a videó vége felé a build után, amit megmutatok. És mint, mint mondtam, tudom, hogy sokan megosztva vagytok ezzel a játékkal kapcsolatban, én úgy döntöttem, hogy játszani fogom ezt a játékot lassan, nem gyorsan, nagyon-nagyon lassan, Aorditról, uh, hogy nem maradok le semmiről, hogyha nem játszok vele két hétig, nem nem dönt, történik ugye vele semmi majd. Április vége felé valamikor jönni fog az, az update hozzá, akkor meglátjuk, hogy mit fog nyújtani ez a játék, és sok minden el fog akkor dőlni. De ha kézsúlyalként játszom vele, akkor így nagyon-nagyon is tudom élvezni. És végre ugye eljutottam ahhoz a szinthez, ezzel a kézsúlyal játszással, ahogy kezdek kicsit jobban megerősödni, és gondoltam, hogy megmutatom nektek az ötletemet, amit hoztam a Rager-re, és a módszert, amivel túl tudok élni Grandmaster 2 és Grandmaster 3-ban, úgyhogy ja, élvezzétek! Na, akkor jöjjön a build, megpróbálom elmagyarázni a lényegét, hogy melyek az összefüggések és hogyan érdemes e, játszani a build ahhoz, hogy Grandmaster 3-ban e, a csapat segítségére légy, illetve vagy túlélj, illetve hát Grandmaster 2-ben elég könnyen viszi a szinteket, úgyhogy e, ja, jöjjön ez. E, kezdjük, menjünk sorba, kezdjük a fegyverekkel a leghasznavehetetlenebb fegyver, Artinias Gambit, kiderül, hogy nagyon is jól jön nekem ebben a buildbe. A következő, ami igen-igen felelős a túlélésért, az Radiant Fortress nevű shotgun, mind a kettőt könnyen ki lehet farmolni, ezen kívül nem muszáj legendary legyen az Artinias Gambit, a Radiant Fortress sem, szóval Uh, ez a két fegyver, egy, egy igazából Artyrace Gambit sem kell, hogy legyen, csak mivel a legendary be van, meg nekem én azért van berakva, egy Light Machine Gun kell, hogy legyen a fegyvered, egy Light Machine Gun, de viszont a Radiant Fortress, mint Shotgun, az, az legyen meg hozzá, nem nehéz kifarmolni. Uh, szóval ezek jönnek, később el fogom magyarázni, hogy. Um, miért. Illetve hát a Radiant Fortress, bocsánat, a Radiant Fortress azt el tudom mondani, hogy ugye az a lényege, hogy visszatölti a shieldedet, hogyha legalább 8 golyóval találod el az enemit. És ennek a fegyvernek az a különlegessége, hogyha hosszan nyomod le a, a, lövést, akkor összeszűkíti ugye a célkeresztet, és hát simán eltalálod vele az enemit. Ez azt jelenti, hogy mindig fel tudod tölteni 35%-kal a shieldedet, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segít a túlélésbe, főleg Grandmaster 3-ban. A, a, dolog lényeg az, hogy amikor sokan vannak enemik, és sokan vesznek körül, akkor, akkor használom, akkor szinte csak a shotgun használom azért, hogy a, ugye töltsem vissza a, a és közben a képességekkel sebzek, illetve ugye próbálom elősegíteni a csapatot, milyen képességeket használok, és itt, itt komolyan arra mentem rá, hogy igazából, hogy mi az, ami tetszik képességek terén. Szóval, Amint látjátok, tehát van legendary képesség, de amíg, amíg meg nem kapom ezt, a Recurring Vengeance-et uh, legendary addig nem nagyon szeretnék más használni. Szeretem ezt a képességet, és uh, nem van arra, hogy kombó-elkapcsoló. Uh, tehát az a lényege, hogy ezzel el tudok kapcsolni kombókat, és uh, erre, erre épül az egyik eleme az egésznek. Az, hogy milyen bónuszai vannak, rohadtul nem érdekel, akár ez is lehetne akár ez is lehetne, teljesen mindegy, milyen kombója annak, ha lesz majd egy jobb, akkor majd jobb kombók lesznek, de a lényeg az, hogy a csillagjelecske ott legyen nála, ezért mondom, nem egy nehéz build. A következő, amit használok nála, az ez a képesség lenne, és szimplán csak azért, mert ez az egyik kedvencem, nagyon-nagyon-nagyon jó, és amit látjátok, semmi az, hogy kombó előkészítő vagy elkapcsoló, semmi nagyon extra. A, a bónusza az nem rossz, ugye um, weapon damage-et ad, hogyha eltalálsz vele egy enemit, és ez 20 másodpercig, és bármilyen bónusszal jön, bármilyen bónuszsal jön, az már rossz nem lehet. Szóval ennek a képességnek azon kívül viszonylag nagyot ez a bónuszai, az ami igazán számít, és a folyamata, ahogy használom, főleg Grandmaster 2-ben a folyamata, ahogy segít legyőzni az enemiket. De egyszerűen azért szeretem ezt a képességet. Na, ezek lennének, amiket használok, rátérve a komponensekre, amit látjátok, itt van egy olyan focused freeze, és ez az, amiért LMG-t használok, mivel hogyha tízszer eltalálod az enemy tízgőjóval, eltalálod, megfagyasztja az enemy nem hogy csak megfagyasztja, hanem státusz alá rakja, tehát rá tudsz kombózni már mindjárt rögtön világos, hogy miért kell az a rakéta képesség, ugye meglövöm az enemit, lefagy és rátok kombózni. Grandmaster 2-ben ez nagyon jól működik. Többnyire a, a, a Light Machine gun és az RTS Gambitot ugye akkor használom, hogyha nagyobb enemikre kell lőni és könnyű őket eltalálni, azonnal megfagynak és azonnal rájuk tudok rakétázni, szóval nagyon-nagyon kényelmes, és hogyha úgy érzem, hogy veszélyben vagyok, váltok shotgunra, nagy enemi, könnyű eltalálni, visszatöltöm a shieldemet, de ö, fogok mutatni példát, hogy hogyan uh, ugye uh, lehet túlélni Grandmaster 3-ban, illetve Grandmaster 2 ben hogy mit csinálok. A következő, ugye a Combined Arms nem muszáj Legendary legyen, ez megint csak magáért beszél. Uh, ha kettes képességgel átállok egy elemit, az egyes képesség uh, damage -e megnő. Uh, Rejuvenating Ammo, uh, ez segítség nekem, egyrészt a Shield Max miatt, Critical Damage miatt, de, és ugye 20%-kal visszatölti az uh, armort, hogyha felveszek egy ammót, úgyhogy, úgyhogy nem rossz. Ez, hogy reserve ammót ad, na maga a fő képessége nem nagy szám, de a mellék és a bónusz képessége jók, tehát az, hogy armot kapok vissza, amikor felveszek egy ammó pakkot, az nem rossz, már pedig az ammót azt égetem rendesen. Uh, Type of spear, semmi extra, combo damage megnövelés, és... Uh, Komb, hogyha kombót csinálok, megnöveli az armat 40%-kal. Túlélési Grandmaster 3-a igen, igen nagyon-nagyon felelős. A két bónusz, ami jött, hát lehetne jobb is, de ö, majd lesz. Majd egyszer csak ki, ki fog esni. Ö, ez, ez, az egyik nagyon nagy segítség, ez az emergency power, ez azt csinálja, hogy ha halálos sebzést kapsz, akkor feltölti az útodat instant, ultival visszatod instant tölteni az életedet. A probléma, hogy csak 120 másodpercenként érhető el. A general's favor pedig megint csak, hogyha az egyessel megütöd az, uh, bocsánat, hogyha a millivel megütöd az enemit, akkor az egyesnek a damage -e meg fog nőni. Szóval a módszer, Uh, amit használok Grandmaster 2-ben, amit szoktam használni ahhoz, hogy leterítsem az enemiket gyorsan, tehát 98%-ban megölöd őket ezzel a módszerrel Grandmaster 2-ben, rányomom az uh, Assault launcher bocsánat, de nem, hülyeséget mondok, rányomom a Gránátot, ugye, a Gránát lesebzi, oda megyek, bele késelek, tehát lekardozom, a státusz alá helyezi és akkor uh, Recurring vengeance el utoljára meglövöm, az rákombóz, és hát konkrétan meg is haltak. Ha valami oknál uh, fogva nem haltak volna meg, akkor belejük egy-egy shotgunnal, happy days, biztosan uh, meghalnak. Szóval ez a módszerem Grandmaster 2-ben, és ezt le tudom szólózni ezt a Grandmaster 2-t, tehát hogyha kim vagyok free play ben és jönnek a World Eventek, nem az van, hogy elesek folyton, hanem le lehet szólózni a, Word World Eventeket Grandmaster 2-be, és ugye lehet farmolni a Legendary változatokért ezeknek a cuccoknak. Grandmaster 3-ba, oda tök mindegy, ott, ott jó, ha van egy csapat, és uh, nagyon-nagyon-nagyon tud egy segítség lenni a csapatnak, főleg az Artinias Gambita, főleg, hogy lefagyasztja az enemiket, és mindenki, akinek van egy kombó elkapcsoló, rájuk tud kombózni, és son, folyamatosan kombózni lehet e, az enemire azzal, hogy az Artinias Gambita tűz alatt tartod a, az enemit, legalábbis a szélesebb enemiket. Nem beszélve arról, hogy száz golyó van benne, és nagyon gyorsan lelövi a shieldet e, az enemikről, és te is, társid is, mindenki rá tud kombózni azokra a nehezebb ellenfelekre, hogy gyors tudjátok őket leteríteni. De ugye itt a példa a szemetek előtt nagyjából így lehet, hogy túlélni Grandmaster 3-ba sok ugrálás, sok lövés, sok kombózás, de de meg lehet oldani a dolgokat. Nagyon ajánlom egy ilyen jó kis buildnek a azoknak, akik Grandmaster 3, 2-ből 3-ba akarnak menni, nincsen még túl OP cuccaik, de túl fognak tudni élni, random csapattal is fogsz tudni menni, tehát nem az van, hogy teljesen ártatlan leszel ott és pislaksz mint Boci az új, kapura, hogy, hogy mi az Isten történik itt, és miért van akkora damage a damage az eleméknek, hanem életben fogsz tudni maradni. Ennyi lett volna, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tudtam valakinek segíteni, akik már nincsenek, azoknak, akik legalábbis még nincsenek agyon legendarizve, mint én. Nem nagyon volt szerencsé, hogy a legendarikkel. Uh, de jó, ennyi lett volna ez a videó, nagyon-nagyon köszönöm a, a figyelmet. A következő uh, Antem videójuk legyen is az akármi jó hír, rossz hír, vagy csak hír az Antemről. Uh, ja. Csatlakozzatok Discordunkhoz, megtaláljátok, link a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!